Valahogy ennek is megtalálod majd a módját. Egyszer igazságtalan voltál, a legnehezebb újra megbékélni önmagaddal. Aki igazságtalan másokkal szemben, az ne csak haragudjon magára, hanem szégyellje. Szégyellje, hogy ilyesmire adta a fejét. Ezt megadod a barátunknak. Temusz Kodzsaolu néven. Nem egy igazságtalanság miatt leszünk rosszak, hanem attól, ha elfedjük azt az igazságtalanságot. Attól, hogy mások reményéből kovácsolunk fegyvert, mert mi magunk már reménykedni sem merünk. Valódi igazságtalanság nem az árulás, hanem az árulás eltitkolása és annak jótéteményekkel való leplezése. És a hit, hogy életünk végéig büntetlenül csinálhatjuk. És a hit, hogy ezáltal újra lesz bátorságunk a tükörbe nézni. Már attól féltem, nem jön el. Ha nem jövök, sose gyógyulok meg. Tessék ide befáradni. Ne aggódj értem. Te vagy a talizmánom, nem igaz? Doktor úr, mondja meg őszintén, mennyi esélye van a lánynak? Erre még nem tudok válaszolni. Előbb legyen meg a tomográfia. Doktor, ne kerteljen. Mennyi esélye van? Teljesen rendbe jön? Sajnos meglehetősen előre haladott az állapota. Van rá esély, hogy meggyógyul? Nincs.
de ne vegyük el tőle azt a hitet, hogy rendbe jöhet. Szervusz, fiam. Gyere be. Mi addig menjünk ki a kertbe, jó? Miért szülted meg Ömer gyerekét? Ezt úgy sem értheted. De ő megértette volna. Miért nem mondtad el neki? Semmi között hozzá. Vért hányt a börtönben? Ha tudta volna, hogy gyereket vársz... Akkor mit tehetett volna? Ha tudja, hogy gyereke lesz, akkor nem fájt volna neki az a sok verés, a kínzások, az álmatlan éjszakák. Már nem tudom neki elmondani. Akkor minden kényját elfelejti. Azt mondta volna, hogy van egy gyerekem. Csak erre gondolt volna. Hogy neki és Eishannak van egy közös gyereke. Honnan tudsz ennyit róla? Miért állsz érte bosszút? Álmodott volna arról a gyerekről. Lélekben veled lett volna. Amikor először elindul, amikor először mondja, hogy apa. Ezzel. Meddig akarsz még engem gyötörni? Ha elmondod, hogy gyereket vársz, nem érezte volna hiába valónak az életét. Elhitte volna, hogy van még esélyetek. Hogy veled lehet, Eishan. Ha testben nem is, de lélekben veled és a gyerekével lehet. Miért csinálod? Azt mondta volna. Legyen. Igen, az a nő elárult engem. Tönkretett. De ettől még a gyermekem anyja. Az voltam. És az is vagyok. Csak hogy... Csak hogy egyben Ömer végzete is. Miért? Miért? Mondd meg, hogy miért? Azért, mert Ömer... Mert a tudta nélkül magadhoz láncoltad. Ez a gyerek benneteket örökre összeköt, Eishan. Az önzésed miatt Ömer soha az életben nem szabadulhat meg tőled. Lenne egy meglepetésem Jannak. No. Csak ahhoz el kéne vinnem. Szeretnél elmenni? Jan! Hova? Apukádhoz. Nagyon szeretne már látni téged. És rajtam keresztül kéri édesanyádat, hogy ma este... Elvihesselek hozzá. Gyere. Most mindenki azt várja, hogy újra megölelhesse a szeretteit. Mindenki úgy érzi, igenis joga van a boldogsághoz. Thank you.
mindenki szeretne valami cserébe a sok szenvedésért. Kérdezem hát, ki az, aki itt valóban meg is érdemli, hogy boldog legyen öcsém? Mi rendben vagyunk ezen. Lassan elindulunk. 2 órán belül találkozunk a megbeszélt helyen, jó? Rendben van. Nekem még van egy kis dolgom, de megyek. Akkor várunk. Figyelj ezzel! Anyukám miért nem szeret már téged? És te? Te még szeretsz engem? Nem tudom. Kicsit bizonytalan vagyok. De egy feltétellel meg tudnálak szeretni. És mi az? Hogy nem próbálsz apukám helyébe lépni. Akkor nekem is van egy feltételem. Halljam. Engedd, hogy néha átjöjjek játszani veled. Rendben. És hogy alkalmanként segítsek a tanulásban. Ha apád nem ér rá. Ő eddig se nagyon segített nekem tanulni. Ha pedig nagyon hiányzol, hadd hívjalak fel. Vagy hadd mehessek oda átölelni téged. Cserébe viszek mondjuk ajándékokat. Egy feltételről volt szó, te meg már a 10. sorolod, Ezel bácsi. Ha beteg vagy, jövök. Ha bántana valaki, megvédelek. Ha jó jegyet kapsz, megdicsérlek. Bemutatod majd a barátaidat. Ezzel bácsi. Sétálunk majd, moziba járunk. És ha nagyobb leszel, rengeteget fogunk utazni. Mindenhova elviszlek téged. Ezzel bácsi, most miért sírsz? Nem sírok. Menjünk. Gyere, John! Apa! Hogy tetszik a hely? Klassz, ugye? Ez a tiéd? Az egész a tiéd? Mondjuk igen. Apa, mi van a börtönnel? Ne foglalkozzunk most a börtönnel, jó? Inkább figyelj! Tadám! Ez a hajó, amit kinéztem, az a távirányítós. Úgy bizony, fiam. Ali bácsi totál kész lesz, ha meglátja. John, megtennéd, hogy a másik szobában próbálod ki? Ezzel bácsival beszélgetnék egy kicsit. Jó. Megmondtam ezzel, engem nem győzhetsz le. Én ugyanis mindig felállok a padlóról. És aztán hopp, föléd kerekedem. Vagy mondhatnám azt is, hogy hopp, visszaszerzem, amit elvettek tőlem. Ami bizony komoly fegyvertény.
Igen. Csak nehogy hopp, koppany. Még benne van a pakliban. Hagyjuk a vérszívást. Inkább kezd a mesére Tömerről és Remizról. Erre vársz. És miért mesélnék én neked? Ilyen hamar elfelejtetted a tegnapit. Megint telefonáljak, hm? Ezúttal kit nézek ki? Te ehhez kevés vagy. Csak egy báb vagy itt. Beszélnem sem kéne veled. Jól van, tesó. Ezt nem kellett volna. Aláírtad a halálos ítéletedet. Minek jöttél akkor ide? Bemutatni néhány érdekességet. Nem csak bábú lennél? A francba. Jó napot! Ezzel vagyok. Ez meg mi? Kenan uraság. Csengizzel nem tud elintéztetni. Hozzám ahhoz kicsit több kell. Ahhoz, hogy elválaszol Ramistól. Meg kell ölnie engem. Már a szeretteimmel sem tud sakban tartani. Mert elegem van abból, hogy félelemben éljek. Elegem van abból, hogy gyűlöletben éljek. Hogy olyan legyek, mint amilyen maga. Hogy azért legyek én is. Igazságtalan, mert velem is azok voltak egyesek. Jól nézem meg, Kenan. Lehet, hogy én vagyok a múltja. De maga nem lesz az én jövőm. Okosabbnak hiszi magát? Ravaszabbnak, mint én vagyok? Erősebbnek nálam? Hát akkor lássuk. Legyőzhetetlen lenne? Bizonyítsa be. Jöjjön. Én állok elébe, mert tudom, hogy végül mi kerülünk ki ebből győztesen. Köszönj el Jantól. Viszem vissza. Azt hiszed, ilyen egyszerű. Csak elmondod a magadét, egy kamerába is vész. Mondjam inkább el a fiadnak a magamét. Elmeséljem neki, hogy az apja legjobb barátja voltál. És ennek ellenére mit tettél vele? Hogyan verted át? Hogyan juttattad őt börtönbe? Elmondjam. Nem fogod. Vajon utána is a nyakadba ugrik? Le tudod majd venni a lábáról egy hajóval? Ha a fiad megtudja a teljes igazságot, kit akar majd? Téged vagy Ömert? Ezzel tönkretennéd az életét, ezzel? Ennyire aljas még te sem lehetsz. John! John! Gyere ide! Apád mondani akar valamit. John... Indulnotok kell ezzel bácsival. De még csak most jöttem. Hadd maradjak még egy kicsit. Nem, majd legközelebb. Szerintem mondjál neki mindent, hogy ne lelkesedjen hiába. Tudod, hogy egy időre elmész, és egy darabig nem láthat. Sajnos így van. De nem olyan sokáig. Majd felhívlak, jó? Az a lényeg, csak apád fél elmondani, hogy amíg ő nincs, vagy nem lesz, de hát mégis te mondd el, hadd hallja tőled. Amíg én nem vagyok, fogadj szót ezzel bácsinak, jó? Mert addig ő fog vigyázni rád. De ettől nem kell megijedni, azzal váltotta, hogy a hajad szára sem fog görbülni, amíg vele vagy. Jó? Na,
Nagyon szeretlek téged. Hiába van jogunk valamihez, azt nem mindig kaphatjuk meg. Az eredendő jog sokszor kevés a birtokláshoz. Megvizsgáltam a mostani leleteit, és összevetettem a korábbiakkal. Noha, a mi szakmánkban nem helyes bármit is mondani, amíg az nem bizonyos. De szeretném, ha ön tisztán látna. Ha pontosan ismerné a mindenkori állapotát. Persze még vannak hátravizsgálatok, de a... tumor... visszahúzódott. Tehát reagál a kezelésre. Nem kiabálom el, de úgy fest, le tudja győzni Bahár. Hallod ezt? Meggyógyulsz, Bahár. Istenem. Lehetséges. Megtörténhetnek még olyan csodák a világban, amelyek a gyengéket segítik? Azokat, akiket az élet eddig rendre eltipolt. Előfordulhat, hogy mindazok, akiknek a jóságukon és az önzetlenségükön kívül semmiük sincs, végül kiérdemlik a boldogságot. Hogy az ördög vinné el mindet. Eishant is, Alit is. De főképp ezt a nyambat tezelt. Árulj el, mit tegyek. Mit szeretne tőlem? Vagy mondjam én is a kamerába, úgy kérdezzem. Egy dolog biztos. Ezt a köteléket nem lesz könnyű szétszakítani. De vagy ezért, vagy pedig Ramiszt, ezüst tálcán fogom átnyújtani önnek. Legalábbis mindent elkövetek. Maga pedig cserébe visszaszerzi a fiamat. Rajtad a sor. Effik, ne mondj semmit. Kérlek. Csak szeretném, ha nagyon vigyáznál. Ez a fickó mindenkinél veszélyesebb, akit eddig ismertem. Légy résen. Hogy legyen? Mikor? Amikor már lelőtte Szerdárt, vagy előtte? Előtte. Mert Szerdárt senki nem lövi le. De semmi hősködés, jó? Ha forró a talaj, eljössz onnan. Figyelj oda! Ezzel. Hogyha ez a meló lement, szeretnék... négy szem közt beszélni veled. Ebből is látszik, hogy ő már nem a mi emberünk ezzel. Miután ezt az ügyet megoldotta, vedd le a pórázát. Csak az a póráz nem az én kezemben van.
A srác nem miattam van itt. Ali miatt. Ezzel, ezzel! Hová mész? Megvédem a fiamat. Ali, köszönöm, hogy végig ott voltál velem. Nem is tudom, hogy érzem magam. Kicsit olyan, mintha berúgtam volna. Tisztára remegek. Szédülök össze-vissza. Tényleg nem tudom, hogy mi ez. Ezt úgy hívják, hogy boldogság, Ali. Komolyan az lennék. Valószínű. Viszont azt most már ígérd meg, hogy 120 évig fogsz élni. Legalább. Ígérd meg. Jól van. 120 év? 120. Hallottad a lányt? Klassz, mi? Így van, rendjén. Ti maradtok itt, én pedig megyek, ahová kell. Mégiscsak szép az életem, mert akkor is, ha én meghalok. Te viszont élsz. És Bahar is él. Kettő egy, nem? Elég a győzelemhez, nem? Ha? Azt mondtad, segítesz nekem. Ömer? Most melyik vagy? Mutasd magad. Eddig segíteni akartál, nem? De igen. Igen, persze. Miért? Menjek te fikkel. Előbb nézesd meg a sebedet. Felesleges, elmúlik. A 2-1 nem elég. Az első meccsen te többet rúgtál. Hidd el, én is pontosan tudom, testvér. Bevágtatok engem oda. Aztán elfelejtettetek. Én nem. Nem felejtettelek el, Ömer. Mert akkor csak egyszer tettelek volna tönkre. De én minden nap elvettem az életedet. A családommal fenyegettél meg, Ali. Hogy aludtál itt éjszakánként? Milyen érzés volt elverni azt a pénzt? Mi? Kicsit se fájt. Most erre mit mondjak neked? Ha? Mit csináljak? Mondd meg, mit vársz tőlem, és megteszem. Mondd meg! A 10%-át hadd tegyem jóvá. Vagy a 10 000-ét akkor. Ne bámulj így! Mondd meg, mi legyen! Miért nem védtél meg, Ali? Azelőtt mindig megvédtél. Sosem engedtél ilyen embereket a közelembe. Most miért hagytad? Arról beszélj, hogy mit csináljak. Régen az életed árán is megvédtél volna. Megvédelek. Most is ugyanúgy megvédelek. Nem hiszem. Ömer kezét elengedted. És még valakiét. Kiét? A fiamét. Janet. Igen, ő a fiam. Sejtettem. De rajta segíteni fogsz, Ali.
Őt, amíg élsz, megvéded majd. Akkor bízol bennem? Pedig nem lenne rá okom, igaz? Miért ne árulnál el őt is, ugye? Te rám bíznád a fiadat a történtek ellenére. Azt hiszem, ez már nem bizalom kérdése. Szorult beléd annyi lelkiismeret, hogy ezúttal helyesen cselekedj, igaz? Ali bátyám. Nem hagyod, hogy neki bármi baj essen. Érted? Ömer. Köszönöm. Köszönöm neked. Szívből. Egy újabb lépés annak irányában, hogy mindenki megkapja, amit érdemel. Halló! Tefik! Újabb lépés annak irányában, hogy az egyik meghaljon, a másik pedig megmeneküljön. Nem tudom, hogy ez így hirtelen működhet-e. Azt mondtad, megtalálom a módját. Ez sikerült kiötlenem. És a nővérem? Vele mégis mi lesz? Semmi sem. Semmi sem lesz vele. Úgy értem, hogy veletek. Elmondod Elsánnak? Igazad volt. Elsán még mindig szerelmes Ömerbe. Számára a legnagyobb büntetés, ha ő halott marad. És Ezel? Ezelt is elveszíti. Úgy se tudja meg soha, hogy belőle milyen ember lenne. Talán ideje, hogy egy másik lépjen a helyére. Nem tudom. Én viszont úgy érzem, hogy a következőt és az őt követőt is szeretni fogom. Bár. Nem kell. Tudod, hogy megteszem. Komolyan? Elintézed? De ezzel legyen vége. Fejezd be a nővérem kínzását, jó? Találkoznunk kéne, mert el akarok neked mondani valamit. Ébredj! Ébredj! Mi történt? Azonnal gyere velem. Foglaljon helyet. Mi a gond? Nem tud aludni? Ma mozgalmas napunk volt. Ramiz és Ezel urak sajnos gondoskodtak róla. Jó, hogy nekem mondja. Viszont hála magának, jó helyzetbe kerültünk. Kenan úr nagyon elégedett önnel. Velem elégedett. Ez igazán hízelgő.
De sok mindent nem tettem. Még nem. De nem sokára fog. Higgy el, Genghis. Íme. Keresnek itt. Eysen, gyere oda és ülj le. Csak 2 percet kérek tőled. Mit akarsz még ezzel? Mit akarsz még tőlem? Miért nem hagysz és mész el? Elég volt. Legyen vége. Elérted a célodat. Megnyerted a háborúdat. Eysen! Hogy várhatod tőlem, hogy üljek le ahhoz az emberhez, aki tönkretette az életemet? Miért hozol engem ilyen helyzetbe? Csak 2 percet kértem tőled. Vár! Nem lehetsz ennyire naív. Úgy gondoltad ezt? Pontosan tudod, hogy mit tett velem, ugye? Bármire képes. Nem igaz, hogy még most sem látod. Fejezd be! Nem én, hanem te vagy az, aki nem látja itt a dolgokat. Senki nem csinált veled semmit sem, Eysen. Ami történt, az csak is magadnak köszönheted. Nem ástokolj olyan dolgokért, amikért egyedül te vagy a felelős. Ülj le! Elmondom akkor, hogy végre megértsd. Ülj le! Tudom, hogy most padlón vagy. De van nagyobb baj. Genghis megszökött a börtönből. Nincs semmi pénzünk. Ő tehet ezekről is. Eysen, ennek mostantól vége. Igen, elhiszem, hogy sok rosszat tett, de ezen túl már nem fog. Most hagyná abba? Ki miatt hagyná egyáltalán? Miattam. Én kértem erre. Miattam hagyja abba. Vége a nehéz időknek. Mától mindenki, aki itt ül, csak jóra törekszik majd, Eysen. Kinek lesz jó? Jannak. Azt szeretném kérni, hogy egy időre hadd vigyem el őt. Miért? Nézd meg minket, Eysen. Hogy tudna így felnőni az a fiú? Gondold végig, miket látott eddig. Ha a közeledben marad, őt is elveszíted. Szeretném őt elvinni jó messzire. Mindentől. Mindenkitől. Ez ötlete volt, ugye? Persze, hogy az övé. Csak az ő fejéből pattanhat ki ilyen őrültség. Egyértelmű. Jant is el akarja venni. Ahogy mindent. Még a fiamat is. Igazam van. Vedd el. Az én ötletem volt. Én akarom ezt, Eysen. Elszakítanád tőlem a fiamat? Igen. De csak egy időre. És Ali is ott lenne velünk. Megvédem őt, Eysen. Megvédem mindentől. Senkit nem engedek a közelébe.
és velem mi lesz? Ha te és Dan is elmentek, mit csinálok? Aishen, te is tudod, hogy most ez a legjobb megoldás. 2 napja öngyilkos akartál lenni, itt hagyni mindent és mindenkit. Jan, ne szembesüljön többé ezzel, ne roncsuk el őt végérvényesen. Mihez kezdek? Ha ti is elmentek, rám kivigyázt majd. Megvárunk. Ez most itt ki? Elkezdtük megvalósítani a maga ötletét. És bár azt mondta, ezt a köteléket nehéz lesz szétszakítani. Mi azért megpróbáljuk. Megfogadtuk a tanácsát. Aishen, tényleg az ördög hasonlása. Na de, Bahárnak mindig jó testvére volt. Olyan jó testvére, hogy ott hagyta betegen. Bahár neked nem mondta? Mit nem mondott? Hogy Aishen... Mindegy, majd ő elmeséli. Elmondja neked, ha akarja.